A település egyik legnagyobb projektje tavaly az Ötvös utca szép kilátó felüli oldalának felújítása volt. Mintegy 500 méteren valósulhatott meg a rekonstrukció, melyet pályázati forrásból finanszíroztak. Az út mellett található járdát saját forrásból építették ki. A vidékfejlesztési program keretében újulhatott meg a Temető utca külterülete is, mely 460 méteres szakaszon kapott új aszfaltréteget. Két szoboravatót is maga mögött tudhat a település. Július óta a magyar vadászati kultúra kimagasló alakjáról, gróf Széchenyi Zsigmondról készült mellszobrot csodálhatja meg a közönség a múló bejárata előtt. Szeptemberben a település egyik régi álma vált valóra azzal, hogy felavathatta Berta Bulcsú író-szerkesztő mellszobrát is a polgármesteri hivatal udvarán. Több fejlesztést is megszerettek volna valósítani a településen. A járvány kezdetekor azonban itt is át kellett alakítani a költségvetést. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a munkaerőt szerettük volna megtartani a településen, tehát a költségvetés újra tervezésénél egyáltalán nem gondolkoztunk a létszám csökkentésében vagy a bérek visszavételében, hanem inkább a saját fejlesztéseket próbáltuk elnapolni vagy következő időszakokra átvinni. Úgyhogy ilyen szempontból volt szerencsére elég sok olyan fejlesztési forrásunk, ami pályázati pénzeket jelent, amik a következő évben akár fel is tudunk használni, vagy pedig ugye még az előző évről húzódtak át. Önerőből mintegy 18 millió forintból valósulhatott meg a strandi sétányon a közvilágítás részleges fejlesztése. 22 új kandellábert helyeztek ki a helyszínre. Ugyancsak saját finanszírozásból a templom és a Kossuth szobor körüli támfalak is megújulhattak az év során. A településen a járványügyi szabályoknak megfelelően több rendezvényt is meg tudtak tartani. Ilyen volt a borfesztivál és a jazz fiesta is. Ha a bevételekről kell beszélnünk, akkor azért el kell mondanunk, hogy a nyár az szerencsés volt, hiszen több balatoni polgármester kollégával egyeztettem, nagyjából a 2019 évi bevételeket minden település tudta produkálni a strand bevételén. Úgyhogy a vendégészakák azok nyáron biztos, hogy jól alakultak. Ugye azok a települések, mint Balatongyörök is, ahol van egész évben nyitva lévő szállás, szálloda, ott már azért látszanak visszaesések, hiszen tavasszal sem voltak nyitva ezek a szállásegységek, és ugye nagyon korán novemberben már be kellett zárniuk, tehát ezek a bevételek biztos, hogy hiányozni fognak az évvégi zárásból. A jövőben a Magyar Falu programnak köszönhetően a községháza energetikai fejlesztésére is sor kerül, valamint az Ötvös utca hiányzó szakaszának felújítására is. A polgármester hozzátette, nem csak saját forrásból és állami támogatások által valósulhatnak meg beruházások a településen. Jelenleg is például a szolgáltató az optikai hálózatot építi ki. Várhatóan a nyáron már gyorsabb internetet tudnak ezáltal biztosítani a település nagy részén.